A város névadóját ünnepelték Gyergyószent Miklóson, a négy napos rendezvényen számos program várt az érdeklődőket. Az erdélyi vasútépítés történetét bemutató vándortárlat Gyergyószent Miklósra is megérkezett. A vasútnak köszönhetően az emberiség először a történelemben legyőzte a tér és időbeli korlátait, és lehetővé vált, hogy időjárástól függetlenül tudjon utazni. A terepasztal a gyergyói állomáson is nagy sikert aratott. Amivel egy szerelvény beáll, akkor azt szakaszkapcsolókkal lehet megállítani. A Gyergyói Vasút egyébként 2007-ben ünnepelte 100. születésnapját. A kiállítás a Tarisznyás Márton Múzeumban tekinthető meg január közepéig. Ugyaneddig látogatható a Gyergyói Fotóklub új tárlata is a Művelődési Házban. A kiállított fényképek a Színnel lélekkel Székelyföldön című, szintén most debütált fotókönyvben is megjelentek. A könyvben nagyon sok kép, ma 365 meghozzá, akkor azt mondtuk, hogy 15 tag, mindenki 3 képet válaszol ki, ami a szívének a legkedvesebb, és azt tegyük fel a falra. Ugyancsak a Szent Miklós napok részeként testvérvárosi találkozót tartottak Gyergyóban. A városvezetők szociális és gazdasági témakörben osztották meg tapasztalataikat. A Művelődési Házban néptáncgálára várták az érdeklődőket. A Tóni Dob perkúció esten pedig az egy éve elhunyt Molnár Csibi Antalra emlékeztek.